Na sziasztok, fiúk, lányok, én Zsűr vagyok, srácok, lányok, hát verőfényes, napsütéses, de szép napunk van itt a zöldbe. Itt egy gyors videót durrantok itt, mielőtt hatalmas változások lesznek itt a gépezeten. Nos, hát az a helyzet, hogy ma bemutatom nektek az autómat, ami, hát hogy is mondjam, ilyet még nem csináltam, és nagyon bánom, mert imádom az autókat, és az előző autóm az egy gyönyörű szép Leon volt, egy Seat Leon. 2015-ös, amit úgy szépen mindig ápolgattam, pofozgattam, rendezgettem, újítgattam, kicsit optikai tuningoltam, és valahol sose csináltam róla videót, amit nagyon bánok, viszont ezt a hibát most nem követem el, szóval bemutatom nektek az öreg kakast, hát az öreg szárcsa az úgy kukorékol, hogy íha. Hát igen, most sokan mondhatnátok, hogy azért egy majdhogy nem új autó után egy 2001-es Merci egy kicsit visszalépés, de nem, rohadtul nem. Azt hinné az ember, hogy igen, mutatom. Főbb lételemek, Baby Yoda, Chikorita, Piki, azért az ott legyen. Azért az ott legyen meg. Most hát körbejárjuk itt az öreg kakast, én csak így hívom. Már annyi változtatás történt azért, hogy a kis papucsok azok lelettek róla dúratva, aztán dobtam alá egy szolíd 18-as momó felnit, hogy mégiscsak mutasson valamit az öreg gépezet. Hát elég, igen, szexi a kicsikénk. Nos, hát amit tudni kell róla, igazából ez egy 2.7 CDI 170 ló szolídan. Avantgarde felszereltség, ami azért viszonylag fontos, mert hát ugye az a teteje ennek a szériának úgy nagyjából. Ilyen kék ablakaink vannak, össze-vissza extrák, elektronikus ülés, ez meg az. Ugye azért össze van rakva az öreg szárcsa. Azért is szerettem bele igazából. Hát figyú, mit kell róla tudni? Motortér azért szörnyeteg. Ja, azt most nem tudom megmutatni, majd felpattintom. Már elkezdtem itt a dolgokat, szépen hatalmas takarítás. Mindig az az első. Az az első, mert rengetegen elfelejtik, hogy a kerékjáratíveket kipattintani alulra, ott mindent kidzsubázni, a járatokat, és a többi. Találtam is rozsdát természetesen, hogy ne találtam volna, mert ennek a fajta mercinek az a nagy átka, hogy rozsdásodik elég csúnyán. Viszont ez a példány 155.600 kilométerre jelentkezik jelenleg, vagy rendelkezik jelenleg, ami, hát itt is mondjak, nem túl sok egy ilyen példánynál, mert hát azért már van jó pár belőle, amik ilyen millió közeli kilométereket futottak, ha nem többet, gusztustalan, hogy mit kibírnak ezek, csak hát vigyázni kell rájuk. Én meg aztán olyan vagyok, hogy általában nagyon vigyázok is a dolgaimra, rá is fogok, már szépen amúgy le van kezelve egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen kerámiának nem mondanám, de majdnem kerámiás cuccal. Egy ilyen kicsit softabb kerámia a Koch Chemitől. Szépen lekezeltem, hogy egy kis konzerválást kapjon, aztán hamarosan megy lakatoshoz is, mert itt sajnálatos módon vannak olyanok, akik ide a sárvédői részhez raknak ilyen krómcsíkot, hogy pimpebb legyen a járgány. Hát ez nagyon nem lesz tőle szebb, sőt még a por is megragad mögötte, és rohassza szépen az íveket. Itt is ez történt, egy kicsit berohasztotta az íveket, ezt ki kell majd lakatolni, de ahova most megyünk, egy kis sötétítés lesz, B-oszloptól hátra, szépen dobatunk rá egy jó kis sötétítést. Tudjátok, nem igazán csipázom, hogyha belátnak a hátsó ülésre. Mikor úgy valami? Action in the house. Azért jó az, hogyha le van sötétítve. Mindjárt mutatom nektek itt a belsejét. Hát figyelj, azért már apu itt rendbe rakta, szépen kitakarította. Most egy kicsit ott a lábtér, az poros, igen, de azért viszonylag, hát szinte új a járgány, így 22 évesen is gyönyörű állapotnak örvend. Ott a kilométer, ami nem hazudik, mert ez tényleg itt minden eredeti kormánybőrözés, alig kopott, szóval
Szóval azért jó, ott van a szeren az öreg kakas. Itt a, figyú, a színes, dines, akármilyen kijelzős. Megcsináltam a rádiót is, hogy Bluetooth-tal lehessen rá csatlakozni. Szóval üvölt a muzsika ezerrel. Hát mit is mondhatnék? Új, rendben van a kicsikénk. De pöccintsük is be aztán. Irány csorna, a Wrap Lab laborjába fogunk ellátogatni. Automata váltó amúgy. Minden elektronyos, szana szét van elektronyozva minden is. Szóval a Wrap Lab laborba fogunk itt ellátogatni. Ők csinálják majd a sötétítést. Én meg találjam meg a kulcsomat. Itt van. Ők csinálják majd szépen a sötétítést. Ahogy be is kell itt durrantanom, mindjárt egy olyan hangja, doromból, most volt olajcsere, azt én csináltam, gyönyörűen meg lett csinálva, a váltóhoz is megvan véve minden. Váltok itt közben lömem pralám üvölteni a muzsikát, de most kérlek tisztelettel maradjál csöndbe itt pralám. Automata nagyon dübörög, mindjárt beírja, a Wrap-Lab-et vajon tudja a Google. Nem talál ilyesmit, de azért induljunk el, mert már mindjárt ott kéne lennem. Kijöttem ide. Ja, meg hát igen, ez alapból ültetve is van egy kicsit, mint az Elegance, elől-hátul radar, minden üvölt. Nagy itt a fű egy kicsit a gátódalba, és itt feljöttem a gátra. Tőle szép volt. Valahogy mikor ez, jött ez, hogy csinálja meg ezt a videót, mondom, nem, egyszerűen nem is jutott más eszembe. Egyből ez ugrott be, hogy ide kihozom, és itt fogunk róla megcsinálni a videót. Nos, a Wrap Lab-et még nem tudjuk, hogy hol van, de először zúzzunk csorna irányába. Nagyon jó, gyönyörűen vált. A váltóolaj, azt az előző tulaj cseréltette pont, pár ezer kilométerrel azelőtt. Hát nagyon rendben van a kicsikénk. A fogyasztása az viszonylag, nem tudom, hogyha hosszabb távra vegyek, olyanok a tirká, hogy ilyen 5-3, meg ilyesmi, ahhoz azért nem árt hozzáadni egy fél, egy liter, mert szeret kicsit csalni a járgány, de ez az egész típusban így van. A zene az nem fullos benne, sajnos, de az hamarosan az lesz, mindenhol kicserélem a hangszórókat. Nem tudom, hogy ez a két dines. Na figyelj, igazából Bluetooth-ra megcsináltam, így tök menő a cucc, szóval így igazából a muzsika szólhat rajta, amit csak szeretnék. Ez marad. Hát a chiptuningon még gondolkozok, mert igazából 2.7-es DC fit. Olyan erő van ebbe a motorba, hogy valami bődület. Szóval a másik, a Leonom, a 180 lóerős volt. Ha minden igaz, több is volt benne a nyomaték, mert az majdnem 420 newton tudott. Ez 170 lóerő, meg 380, 400 newton valami az alap bele. És figyú, egyszerűen megy, mint az áll, mint egy gőzmozdony, csak úgy hívom, mert amikor oda taposol neki, és ez megszólal, figyelj! Imádom, és rúgja magát, rúgja, nem kérdez, csak megy, mint az állat. Szóval az öreg kakas az még tud kukorékolni, hogyha úgy kérik tőle. Elágyad, vigyorgok benne, szóval. Csak jó lehet a kicsikénk. És szerettem volna ilyen, hogy is mondjam, mindig egy kis legyen nyoma neki, mert valószínűleg őt nagyon sokáig meg fogom tartani. Ha úgy tetszik, akár befektetésnek is tökéletes vásárlás volt, mert ez az autó, ez már csak többet fog érni. Főleg ebben az állapotban, ami jelenleg van. Ezt a minimális rozsdát ki fogják javítani. Van Halászin egy nagyon profi műhely, olyan oldtimereket is javítottak, hogy a hajadat letetted, úgy néznek ki a gépjárművek, szóval nagyon pengék. Oda fogom elvinni majd kicsit kikarosszériázni, ott csinálják majd a fényezést is, gyönyörű munkát végeznek. A Wrap Lab-et még nem ismerem, de remélem, hogy ők is. Szimpatikus volt a srác, szóval figyú, hát csak jó munkát végez. Láttam már, igazából volt a fészen pár munkája, szépen dolgozik, jól dolgozik, hát mi baj lehet? Sötét, előre is jön majd egy szép kis fekete csík, azt valahogy szeretem, hogyha úgy rajta van.
megjöttek a kis gólyák bősárkányba is. Na hát gyerekek, én most nyomom neki, aztán szerintem majd akkor jelentkezem, miután megvolt a sötétítés. Mit dob rajta, mit nem, már féktávon belül vagy, bocsánat. Közben egy busz kiindexel, de nem tudtam volna jól megállni. Szóval majd jelentkezek, hogyha kész lett az öreg kakas. Megnézzük, hogy hogy néz ki, hogyha kicsit besötétedik ide bent. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare.